Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, hogyha Cibik Tündét hívjuk ide a stúdióba, akkor biztosak lehetünk abban, hogy nagy sikerekről beszélünk, de hát az igazság, hogy az ő munkásságát valóban nagy sikerek kísérik. Ezekről beszélgetünk. Tünde, köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Én az elmúlt időszakban ahányszor megláttam a fotódat a közösségi médiában, akkor tudtam, hogy ha lejjebb megyek, akkor ott gyerekek lesznek, táncos ruhában, valami új helyszínen, és elkezdett felsorolni, hogy Jolika első, ez a formáció második, az első, de általában elsők. Mi az oka annak, hogy tudom, a tapasztalat, a hozzáértés, a tehetség, de mi az oka annak, hogy ennyi mindent elvállaltok, és mindenhol ilyen elképesztő eredmények születnek, és nem csak itthon? Valóban ez most a 34. évadunk, tehát nagyon nagy tapasztalat és nagyon nagy tanulási folyamat van mögöttünk, és remélem még előttünk is. És akkor jövőre nagy ünnep lesz. Így van, jövőre elkezdjük a jubileumi évadot, és nagyon-nagyon készülünk rá, mert 35 éves lesz a Csolnoki Mozgásművészeti Stúdió. Tehát visszatérve a kérdésedre, most egy olyan gyerekanyag van nálunk, akik tényleg most már évtizede dolgoznak, és egy olyan közösséget is alkotnak, és olyan szakmai munkát is végeznek, aminek az eredményét most aratjuk le. De azt tegyük hozzá, hogy ugye minden évben elmondhatod azt, hogy legalábbis én így gondoltam, de lehet, hogy nem így van, hogy egy korosztály úgymond kiöregszik és elmegy. De jönnek helyette a picik. A picik lehet, hogy tehetségesek, de hát annyi még nem remélhető tőlük, nem is tudnak még annyit, hogy ezt mivel tudod biztosítani, hogy mindig legyen egy olyan mag, aki ilyen szinten tudja tartani a Csolnoki Mozgásművészeti Stúdiót? Mivel látják egymást a generációk, ezért hatalmas a motiváció a gyerekekben, és éppen most, ahogy olvastam a generációkról, azt vettem észre nálunk is, hogy sokkal nagyobb az egyéni megmutatkozási kényszer, mint a közösségi. Tehát a gyerekek, a mostani gyerekek, és ez a generáció sokkal inkább az egyéni jelenlétre és az egyéni kifutásra helyezi a hangsúlyt. De ez mindenben így van, nem? Igen, hát nézd meg a tehetségkutatókat. Igen. Azt látom, hogy, igen. Hogy mikor nézem a sorszámokat, és mosolygunk némelyiken, és látom, hogy 9617-ek, hogy mennyien jelentkeznek, mert itt mindenki úgy érzi, aztán vagy jó a kontroll, a saját kontroll, igen. Vagy nem, de úgy érzi, hogy neki ott a helye. Igen. Azért mondom, hogy ez egy ilyen generációs tényező. És régen nem így volt, gondolom. Régen nem. Régen a közösségi táncok, uh-huh. Tehát a formációk, kis csoportok sokkal jobban érvényre jutottak. Most is persze, de már nagy formációval a versenyeken is kevés számmal találkozunk. Mondd már meg, hogy mi az a nagy formáció. A nagy formáció. Tehát egy bizonyos számtól mondjuk 13 azt? Fő fölött. Aha. Igen, és inkább kis csoportok és egyéni produkciókra helyezik a hangsúlyt, mert ugye most már szétszabdalt ez a táncpiac is, tehát egy-egy egyesületnél nincs annyi gyerek, hogy a formációk kijöjjenek. Hát kivétel benneteket, mert mindig rengeteg van. Egyébként kivel egyszerűbb egy gyermekkel felállni, és az általa is megálmodott koreográfiát, meg amit ti szeretnétek megvalósítani, vagy egy kis csoporttal, vagy egy nagy csoporttal? Nem teszek különbséget ebben a munkában, mert mindegyiket szeretem, és mindegyiknek az a közös vonása, hogy ismerjen meg a személyiséget. Tehát egy csoportnak is ismerjen meg a hozzáállását, az aktivitását, ki miben tehetséges, ki miben jó, ki az, aki bizonyos dolgokat nem tud megcsinálni, és neki más feladatot adjak, amiben ő tényleg jó, és ki tud bontakozni, és az egyéniknél meg nagyobb hangsúlyt kap valóban a személyiség, a belső lelki munka is, mert egyedül sokkal nehezebb megfogni a közönséget, és kiállni a színpadra, mint csoportban.
És ráadásul, persze ez is lehet, hogy nem így van, de talán egy egyedüli táncos otthon jobban tud gyakorolni is, nem? Vagy nem így van? Valóban, ez rajta is múlik, hogy mit hoz ki magából, mennyi energiát fektet bele, mennyi munkát tesz bele. Egy kis csoportos otthon hogyan táncol? Hiszen nincsenek ott a társak. Mióta termünk van, azóta nálunk ez megoldódott, aha, mert a gyerekek bejöhetnek gyakorolni hétvégén. És be is mennek, gondolom. És be is jönnek, és még hétvégén is fullon van a termünk, úgyhogy szépen jelentkeznek, mikor ki akar jönni, uh-huh, beosztjuk. De Tünde, szerintem ez csak azért van, mert hogy ezt imádják csinálni. Így van. Hiszen így van. Mondhatod egy gyereknek azt, hogy gyere be hétvégén, ha azt nem kedveli, akkor hát mintha a fogát húznák, hogy nem akar menni. És tudod, az ebbe a szép, hogy egy ilyen tevékenység által, amit ők nagyon szeretnek, megtanulják ezt a kötelességtudatot. És egy belső motiváció által fognak ők ekkora munkát belefektetni, és a végén rájönnek, hogy valóban muszáj beletenni az energiát, muszáj beletenni a gyakorlást, az időt, ahhoz, hogy valami eredményt megszülessen. Uh-huh. Mert manapság ugye ez se divat, hogy megdolgozzunk a sikerért, igen, hanem csak látjuk másokat, és ó, milyen könnyű. Jó, ez. Hát nálatok ezt nem lehet, hát ha egy formáció felmegy, és össze-vissza kalimpálnak, és nem jól csinálják, akkor az a zsűri előtt egyből kiderül, hogy itt valami persze, nem stimmel. Persze. Sőt, a közönség is egyből látja. Igen. Te szigorú vagy, azt tudom, de azt mondják, hogy szigorú, következetes, és nagyon fantáziadús. És erre gondolkodtam, hogy mi az, hogy fantáziadús, és arra jöttem rá, hogy azért ennyi év alatt, amióta te ezt csinálod, azért annyi koreográfiát hoztál össze, hogy néha azon gondolkodtam, hogy mivel lehet azt elérni, hogy amit csinálsz, a koreográfiát, a következő, akár fejben, akár a valóságban, hogy ne ütközön egy korábbival. Vagy nem mondják azt, hogy te ezt a Tünde már, vagy 5 évvel ezelőtt megcsinálta. Hát mi 34 év alatt mi nem tértünk vissza a régi koreográfiákhoz. Ez mind más? Ez mind más, és csak a tanfolyami rendszerű táncoknál használom föl a régi koreográfiákat, de most már ott sem, tehát ott is újakat csinálunk. Na jó, de hogyha valaki ezelőtt mondjuk 20 éve volt nálad táncos, igen, azóta már felnőtt leányzó lett, igen, és elment, akkor az a koreográfia, ami akkor volt, hát az utána következők nem is ismerik. Ez így van. Akkor azt nem lehetne előhozni egyébként? Nem illene? Vagy miért? Elő lehet hozni, de én úgy látom, hogy tehát a tánc olyan szinten fejlődik, hogy hiába nyúlok én hozzá a régi koreográfiához, tematikusan visszanyúlhatok hozzá, de mozgásanyagban újat kell csinálnom. Mert az már nem állná úgy meg a helyét, mint a mai kívánalomnak az megfelelő lenne. Amikor itt beszélgetünk, mindig szoktam mondani, hogy most nézzünk bele egy koreográfiába, nézzünk bele most is egybe, aztán nem pont azért, mert hogy ezzel kell folytatnunk, de most, amikor volt a Lélektől Lélekig fesztivál a Petőfi Színházban, akkor egyszer csak megjelentek a gyerekek, és hát mi a címenek a cukros sztorinak? Cukrot akarok, egy nyalókával táncolnak. Egy nyalókával táncolnak. Ez már csak azért is kell, hogy beszéljünk erről, mert ugye ezt a koreográfiát nagyon nagy sikerrel mutattátok be máshol is. Nézzük meg, jó? Nézzük meg. Yeah.
Ez a koreográfia, amikor lement a Petőfi Színházban, és bemutatták a gyerekek, akkor nagy siker volt. Hát, ahogy szokott lenni, tombolt a közönség, bár most hűvösebb volt, de őket ez nem zavarta. Ezt a koreográfiát vittétek máshova is. Mielőtt erről beszélnénk, azért azt még szeretném tudni, és visszamennék az előző beszélgetés részhez, hogy amikor egy koreográfiát megcsinálsz, akkor mire gondolsz? Csak arra, hogy ez nagyon klassz lesz, élvezni fogják, ha bemutatjuk valahol, akkor ez totál siker. Tehát mi motivál? Arra gondolsz mindjárt, hogy muszáj úgy megcsinálni, hogy olyan koreográfiát hozni, hogy az a zsűrinek is majd tetszen? Igen, egyébként mindig arra gondolok, hogy sikeres legyen. Tehát, hogy úgy állítom össze. A közönségnek biztos. Igen. Azért próbálom mindig úgy a témát is, illetve a zenét és a mozgásanyagot is úgy összehozni, és hogy az sikeres koreográfia legyen, hogy az eredményes legyen. Hogy ezek nem túl hosszúak általában egyébként, 2-3 percek, ez megvan adva, igen, a verseny szerint. Ja, ez azért ilyen, mert én gondolkodtam, hogy hát jó, most a bolero az mondjuk 9 perc, lehet, hogy 9 perc unalmas is lenne a végre táncban, igen, már azért igen. Ismerve, amiket szokták az csinálni, igen, nem. Táncszínház, nem, amire te igen, gondolsz. Igen, de igen, az nem az. De általában tényleg rövidek, 2-3 perc. Igen, ez megvan adva a nevezéskor, hogy a formáció az 3 perces lehet, kis csoportos is. Így mérik? Hogy hát van, igen. Átlépnétek, mi történne? Hát akkor büntetést kapunk. Komoly? Büntetőpont. Igen, igen. Tehát szúrópróba szerűen szokták ezt mérni. Hiszen, hogyha mindenki átlépi ezt az időintervallumot, ugye akkor órás csúszások lesznek. Így van a verseny. Igen, 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 igen. A versenyszervezőnek is fontos ez. Ebben az esztendőben pedig még csak itt május környékéhez érünk. Tulajdonképpen annyi versenyen voltatok már. Ugye egy bemutatóval kezdtetek, ez szokás szerint Balatonfüred volt a sportcsarnokban. Nem. Balatonfüreden, az új kongresszusi központban. Bocsánat, az kongresszusi központban, és hát óriási siker volt. Ez gondolom fontos neked minden évben, hogy megmutatni, mit értünk el mondjuk éppen most a második fél évben. Nem? Az első fél éves bemutatónk, igen, az első fél éves bemutató az mindig egy ilyen premier előadás. Tehát ott ismerhetik meg a szülők az új versenykoreográfiákat, annak egy részét, mert nem minden készül el pont februárra, és azzal fogunk menni a tavaszi évadba, illetve az őszi versenyszezonba a versenyekre. De tehát ez ezért fontos. Egyébként. Hát itt 650 fő volt, mert ennyi a férőhelye a kongresszusi központnak, mi ezt megtöltöttük. Hát ezért is választottuk egyébként ezt, hogy ne kelljen két előadást tartani a fél éves bemutató alkalmával. Szokott ilyen is lenni. Ilyen is, így van, így van. És nagyon-nagyon szép volt a helyszín, tehát nagyon meg voltunk elégedve ezzel a gyönyörűen kialakított kongresszusi központtal, az öltözők tisztasága, gondolom, fantasztikus modernitás. Igen, a füredi polgármester, Füred város önkormányzata segített minket ennek a rendezvénynek a azért lebonyolításában. Ez klassz dolog, igen. Mert Füreden is van csoportunk, igen. Aha. Meg hát azt is el kell mondani, hogy azért vannak települések, ahol a polgármesterek azt belátják és felismerik, hogy muszáj támogatni, mert a mai világ egy ilyen világ. Igen, igen. Mert ha nem adnak kellő támogatást, akkor a csoportok szétmennek, szétesnek. Hát lásd a pandémia időszakát. Igen. Mennyi csoport ment szét? Csak azért nem tudtak gyakorolni. És tényleg ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy Fürednek nagyon-nagyon fontosak a közösségek, a közösség építése, és mindezt kulturális köntösben, amikor megépíti egy-egy csoport, és nem csak a felnőtt csoportok, hanem a gyerekcsoportoknak az összetartása is rendkívül erős támogatottságot élvez Füreden. Na jó, de amikor úgy döntesz, hogy a megye székhelyre is bejöttök, bocsánat, Vár megye székhelyre, akkor ugye itt is, nektek van próbatermetek, ott készültök, de itt is kell egy olyan hely, ahol bemutatkoztok. Én azt veszem észre, hogy újabban nagyon szoros a kapcsolat a Petőfi Színházzal. Így van. A Petőfi Színházban több alkalommal, több rendezvényen szerepelünk,
és ezért az évvégi bemutatónk most rendszeresen a színházban van. Nagyon ott szépen köszönjük. Igen, majd? Az évvégi bemutatónk június 16-án, Petőfi Színházban, ez egy vasárnapi nap. És egy előadás vagy kettő? Mert én kettőt tervezek. Azért, mert ugyan megszám, hogy a 400 körül talán a férőhely. Az évvégi az mindig kapósabb, azért, mert jó idő van, több hozzátartozót hívnak meg. Jobb kedve van az embereknek, igen, kijönni, kimozdulni. Igen, igen, igen. És az évvégi az tényleg egy átfogó előadás lesz. Uh-huh. És Tünde, ott mindig muszáj évközben annyi koreográfiát betanítani, hogy amikor a szülők beülnek, majd mondjuk június 16-án, akkor ne azt mondhassák, hogy tehát ezt már láttuk februárban, Füreden. Vagy elképzelhető, hogy áthoztok néhányat? Úgy szoktam csinálni, és most ezt a fél éves bemutató alkalmával próbálom egy újításként bevezetni, hogy ne mindent süssünk el a fél éves bemutatón, tehát legyen, kb. Most a fele újdonság lesz az évvégi bemutatóhoz, vagy az évvégi bemutatón, és ugyan a versenyek alkalmával ugye a közvetlen hozzátartozók látják ezeket a műsorszámokat, de aki fél évkor beült az előadásra, az nem fog unatkozni az évvégén sem, mert nagyon-nagyon sok új szám lesz, és a tanfolyamosok mindig újat mutatnak. És hát hozzá kell tenni, hogyha éppen nem újat mutatnának, mert nekünk rengeteg felvételünk van tőletek, most egyet nem mutatunk ezekből, jó? Csak azért, hogy lássák a nézők is, hogy szinte teljesen mindegy, hogy most a mostanit vesszük elő egy évvel korábbit, vagy két évvel korábbit, azért ezeknek mindig megvan a feelingük, megvan a hangulatuk, és valószínű azért, mert azért ezzel látszik a komoly munka, meg az, hogy tényleg profi az egész. Nézzük meg! Nézzük meg most szerintem az eredményeket, jó? Ugye Pápán volt az első verseny. Úgy indítottuk a versenyévadot, a szülőkkel is megbeszéltük, hogy
Minden versenycsoport 3 versenyen vegyen részt. Ki is jelöltem, hogy melyik legyen ez a 3. A pápai versennyel kezdtük, mert az egy minősítő verseny volt, tehát ez egy ilyen bemelegítésnek jó volt. Aztán következett a szerbiai nemzetközi verseny. Azért mindenképpen más, igen, bocsánat, szerettem volna. Akartam ezzel. Persze, mindenképpen szerettem volna, hogyha egy nemzetközi megmérettetés is szerepel a versenyek között. Meg hát élvezték, gondolom, a gyerekek is. Igen, igen. És itt volt a lenti verseny, amely hát vegyesen volt, mert attól függ, hogy a korcsoportban, vagy az adott kategóriában hányan neveztek. Volt, ahol minősítettek, volt, ahol pedig helyezést osztottak. Ez a lenti verseny nem azt jelenti, hogy itt lent valahol, hanem ugye igen, lenti városában. Az ország határhoz közel. Igen, lenti városában. Lentiben. Ez tulajdonképpen egy ilyen dance holiday is volt, mert összekötöttük egy kis szabadsággal is, mert egy nappal előtte lementünk, és ott a termálfürdőt kipróbáltuk. Tehát volt benne egy közösségépítés is, és volt benne egy ilyen kis szabadidőprogram is. Akkor mi történik egyébként, hogyha például mentek egy nemzetközi versenyre, de hát ugye a mai világban egy gyermek hamar elkaphat egy vírust, elesik, megüti magát, ilyenkor az egész formáció borul, vagy azért mindig meg lehet oldani, hogy valaki betanulja gyorsan? Nincs nálunk ilyen betanulás. Nincs. Akkor itt mindenki lesztek? Nem leszünk kevesebben. Mindenki jön. Ja? Tehát itt olyan a hozzáállás, hogy ha beteg is, akkor elmegy az orvoshoz, beadatja az injekciót, hogy topban legyen, hogy formában legyen. Hogyha sérülés van, egyébként most van egy ilyen, második éve csinálom, van nekem egy séflézerem, biztos hallottál róla, ez az a készülék, ami egy magyar találmány, igen. És ez nálam mindig ott van a teremben. Tehát bárkinek bármilyen sérülése van, én ezt meggyógyítom ott. Kivéve a törést, persze. Azt úgyhogy én ezt viszem. Tudsz segíteni? Igen. Komolyan? Igen. Úgyhogy viszem magammal. Na és jó, akkor megyünk a Budapest útra. És hogyha van ilyen sérülés, akkor segítek. A gyerekek külön élvezik, hogy Tünde néni. Valóban most már kérik. Kérik igen. A lézert, igen. A Krisztó elesett fáj a lába. Igen. Igen, ez pszichésen is jó, mert vannak azért kisebb sérülések egy javisnál, és akkor ő tényleg, ha már mondom, hogy ez meggyógyít, akkor már 3 percre ezt rárakja, és már... Egyébként igen. Azért Isten ments, hogy ilyen történjen, de egyébként azért hát előfordul, hogy valaki rosszul lép, kibicsaklik a bokája, stb. Igen. Ez gyakori? Nem. Nem? Hála Istennek. Nem. Jó. Hát nem az én táncsérüléseimet gyógyítjuk, hanem itt máshol szereztek. Jó, oké. Na jó. Te annak idején megsérültél, mert te is táncoltál sokáig. Hát én 18 éves koromban igen, egy gerincsérves lettem, úgyhogy nekem azóta gerincsérvem van, és ez 42 éves ez a gerincsérv. Úgyhogy igen. Na, ezt majd műsor kívül megbeszéljük, hogy miért is küzdök én a gerincfájásommal. Igen. Na, de tényleg most viccet félretéve térjünk vissza. Lementetek akkor Szerbiába. Hát a hírek arról szóltak, hogy első lett, sikeres volt, stb. És hát a szülők, ugye mindenki lájkolta. Mi az oka ennek a nagy sikernek mindig nálatok? Koreográfia jó? Bocsánat, koreográfia jó? Vagy tényleg olyan szemmel tudod már összeállítani, hogy tudod azt, hogy a zsűri valószínűleg mit fog majd nézni, és mit vár? Most szerintem rátapintottál lényegre, mert igen, jó szemem van ehhez. Ez fontos? Igen. Tehát ezeket a szempontokat nagyon figyelemmel tudom követni, amikor összeállítom az anyagot. Egyrészt, másrészt pedig van egy fantasztikus tím most már, évek alatt kialakult, hogy a táncstúdiókra hívok volt tanítványokat, akik mozgáskombinációkat hoznak az adott zenére, így például Gerecs Anna Mária a modern formációkba segít be, és Erdélyi Kata a kortárs és művészi koreográfiáknak a kombinációit hozza, és ezek egy ilyen közös munkával felépített koreográfiák. Tehát amikor elindul a táncstúdió, akkor júniusban a művészinek a mozgáskombinációi alakulnak ki, de az még nem koreográfia természetesen, csak ilyen ötletelés. És az augusztusiban a modern,
és aztán én összeállítom az egészet úgy, hogy a versenynek megfelelő legyen, és én ezt nagyon-nagyon szép munkának tartom. Egyrészt azért, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek a tanítványok meg is haladtak engem, és a modern dolgokat be tudják hozni, és így közösen össze tudjuk gyúrni azt, ami mindig újdonságot hoz. Van olyan tanítványod, akinek a táncában szinte saját magad látod? Mint mondom, nagyon-nagyon változik a tánc. Aha, és tehát korábban? Nem tudom ezt így látni, azért, aha, mert az én időmben teljesen más volt a divat, vagy más volt az elfogadott mozgásanyag. Egy picit le is lassult még az a világ. Inkább a modernitásnak sokkal nagyobb szerepe van most. Én szerintem a manapság a közönség soraiban olyan elvárásokat lehet érzékelni, hogy az legyen fergeteges, sószerű, mert ha nem olyan, akkor szinte unalmas. Te érzel ilyet? Vagy nem foglalkozol vele? Pont szerbiai verseny volt erre egy nagyon jó példa, mert Szerbiában nem csak a helyezésekért kell küzdeni, hanem képzeld, a végén van egy pénzdíjas verseny. Ja, igen, ezt nem tudtam, mi ez. Igen, a pénzdíjas versenynek az a lényege, hogy az adott napon az összes junior, az összes felnőtt koreográfiából a legjobb duó, a legjobb kis csoport, a legjobb formáció és a legjobb szólók megmérkőznek stílustól függetlenül. Na most ehhez ugye a zsűritől 28,8 pont fölött kell kapni. Ez azt jelenti, hogy a 30 pont a maximum, tehát elég magasra teszik a mércét. Hogyha nem kapnak adott kategóriákban ennyit, akkor ő egy toplista vezető lesz, és akkor gratulálunk, szép volt. Akik pedig e fölött kapnak, azoknál az első kettőnek újra kell táncolni a koreográfiát, az összes zsűri kiáll, és amikor lement a két koreográfia, akkor a pillanatnyi hatás alapján föl kell emelni a kezet, melyik oldalra szavaznak. És hát mi 29-1-et kaptunk a felnőtt formáció művészi táncunkra, Via Dolorosa címmel, és egy diszkó koreográfiával versenyzett a Via Dolorosa, és tehát az volt a fantasztikus, ugye, hogy még soha itt Magyar Kanizsán sem nyert művészi kategória ebben a táncpárbajban. Aha. Mert mindig úgy, ahogy mondod, elvitte a zene, elvitte a show, aha, a hip-hop, értem, felé, vagy a diszkótánc felé. Tehát itt a válasz akkor tulajdonképpen, igen, hogy nem muszáj ennek olyan show eleműnek lenni, nem vagy muszáj, látványosnak, így van, hanem legyen profi és művészi. Hogyha inkább úgy fogalmazok, hogyha az érzelmeket az, aha, emberekből előhozza, hogyha tehát a lelküket valamelyest megérinti a koreográfia. Akár ott sírni, akkor, mindenki, igen, akkor is győzhet. Igen, így van, így van. És ez sikerült nekünk és ezzel akkor a pénzdíjat koreográfiával. Most ők nyerték el. Ők nyerték el, igen. Aha. Ez egy 200.000 forintos pénzdíj, és ezt közösen fogjuk elkölteni. Még nem tudjuk, hogy mire, mert még ötletelés szintjén vagyunk. Ugye mondtad, hogy volt lenti. Most egyébként nem tudom, most szabadság van? Most pihenő van? Vagy nem, most helikon van. Ja, persze, helikon is most van, helikon most van, igen, igen, igen. Ma a Nórika ment, meg kell említenem Szentes Nórát is, igen, akinek a csapata Balaton-Almádiban versenyző csapat. És jó, ki nőtte magát, igen, a Szentes, igen, Nóri. Igen, igen, fantasztikus a csapata, és én emlékszem, mikor ez elindult a Nórinak a csoportvezetésével, akkor mondták a szülők, mikor bemutatóztunk ott Almádiba, hogy a miénk is lesznek valamikor ilyen ügyesek. Aha. Hát most tényleg eljött az idő, most itt tartunk, hogy ők is ilyen ügyesek. A Szentes Nóri, de akkor még úgy mond, ő csak idézőben csak táncolt, még akkor nem volt az, hogy csoportot visz. Igen. És hát lám-lám, bárki, ez azt mutatja, hogy bárki, aki tehetséges, munkát, energiát áldoz rá, lehet. Igen, és megint ebbe az vezető, a szép, hogy a mi tanítványunk. Tehát, igen, egy belülről jött sok ember. Sok ilyen van? Hát csak ezek vannak. Igen, csak a ők vannak. A legkisebb most mennyi idős? A legkisebb? Hát 4 éves kortól jönnek hozzám. Az óvis csoportban van 4 éves is, igen.
Az ember el se hinné, hogy már 4 évesen, bár befejezem, hogy 4 évesen már lehet ilyesmit csinálni, de igen. A manapság a közösségi médiában már néha olyat lát az ember, hogy el se akarja hinni, hogy ez nem egy mesterséges intelligencia által gyártott valami. Én valóban jobban szeretem, hogyha 5 éves kortól kezdik, 4-5 éves kor. Én 3 éveseknek nem csinálok csoportot, mert van, aki így is hirdeti, de nem. A szabályozott mozgást nem szabad még ebbe az életkorba elkezdeni. Táncoljunk egyet, jó? Jó. Nézzük meg egy táncot. Eddig gyerekekről beszélgettünk, de azért, ha azt tegyük hozzá, egyébként is minden gálán a szülők nagyon nagyszerűen szoktak szerepelni, és óriási ováció, nagy siker, ha ők fellépnek, de most lentiben meg külön meg kell említeni őket, hiszen nem akármilyen eredményt értek el. Nálunk 2 felnőtt csoport van, akik koreográfiát tanulnak. Az egyik a 40-es korosztály, őket hívjuk úgy, hogy volt tanítványok csoportja. A másik pedig az anyukák-apukák tánc csoportja, ők a 60-as korosztály. A volt tanítványok nem szeretnének versenyezni, meg nem szeretnének így kilépni, aha, csak a fél éves évvégi bemutatókon. Az anyukák-apukák viszont nagyon szeretik az ilyen megmérettetéseket is, és ugye ők fesztiválokra is járnak, és most lentiben ők is részt vettek ezen a versenyen, és kiemelt aranyminősítést kaptak, és az egyik külön díjat is megkapták, ez pedig az örömtánc kategória volt. Azért egy picikét irigyellek, szóval az ember persze izgul a sajátjaiért, és neked van jó néhány tanulód, csoportod, akiért izgulhatsz, és gondolom olyan nincs is, hogy ezért jobban izgulnék, mint a másikért, hanem mindegyikért egyformán, csak sikerüljön. Ha valakinek mondjuk esetleg becsúszik valami, és nem úgy sikerül, akkor meg gondolom az a kötelességet, hogy egy picikét vigasztald őket, és biztasd őket, mert talán ilyen is előfordulhatott. Én vagyok a mérce nekik igazából, tehát én valóban elmondom a hibákat is, meg elmondom azt is, hogyha nagyon jól sikerült, és elmondom a továbblépés útját is, és ez sokkal fontosabb referencia, mint amit a zsűri mond. Aha. Erre mondtad azt, hogy te vagy a mérce. Én vagyok a mérce, igen. Zsűri azt mondja, hogy 10 pont, oké, az nagyon jó. De akkor is elmondom a hibát, igen. Én is azt mondja, hogy gyerekek, oké, hogy nyertetek, de. Igen. Muszáj elmondani valakinek. Aha. Tehát reálisan kell. És én annyiszor láttam már ezeket a koreográfiákat, hogy én meg tudom ítélni. Aha. Mert nem a pillanatnyi benyomás számít csak, hanem tudom azt, hogy ezt jobban tudja, vagy fölül teljesített, vagy alul teljesített. Jobban tudja, hogy igen, hibázott, meg igen. Nem szállunk el attól, hogy most azt mondták, hogy elsők vagyunk. Igen.
ettől még lehetett benne olyan hiba, amit mondjuk lehet, hogy csak te láttál egyébként. Igen, igen. De lehet, igen. hogy te bosszankodtál, már 8-szor mondtam, és mégis úgy csinálták. Így van, így van. Igen, igen. Mire igen. készültök legközelebb? Most ugye ebben a versenyévadban... Azt mondta, hogy igen. Igen, ebben a versenyévadban, tehát 30 koreográfiával járjuk a versenyeket, és nem csak verseny van, hanem fesztivál is. Ugye most ezen a hétvégén van a Helikon, itt 4 tanulónk vesz részt ezen a fesztiválon. Aztán következik a Sziget-Szentmiklósi verseny. Én ugye mindenkit 3 versenyre kértem, a Sziget-Szentmiklósi az egy plusz, tehát akik még vállalkoztak versenyzésre, ők fognak ezen részt venni. Ez milyen súlyú egy ilyen verseny, hogy most Sziget-Szentmiklós? Ez most egy kvalifikációs verseny lesz, egy európai döntőre, amit Siófokon fognak rendezni. Nem igazán ismerem ezt a szövetséget, először vagyunk itt, tehát nekem is újdonság lesz. Tehát ha jól sikerül, igen. akkor mehetnek a siófoki versenyre? Így van, így van. Tehát ennek a kvalifikációja lesz jövő hétvégén. Utána egy hét szabadság, mármint hétvége tekintetében. Aztán pedig a Gardatóhoz megyünk egy fesztiválra, 50 fővel. Hát azért Olaszországban sem rossz elmenni, főleg nyáron. Igen, igen. A Gardató környéket gyönyörű. Gyönyörű, igen, nagyon várjuk, de ez is dance holiday. Úgy fogalmazok, hogy lesz benne tánc is, nyilván fesztivál jelleggel, de nagyon sok turisztikai programot is meg fogunk tudni valósítani. Te mikor táncoltál utoljára? Hát napi szinten táncolok, Jani. Gondoltam, ezt akartam kihozni, hogy azért, mert hogy valaki ilyen csinos legyen, ilyen jól nézzen ki, és én most nem azért, mert televízió műsor, tehát aki ismer és lát, az látja. Ehhez azért tényleg munka kell, hogy az ember az fit legyen, elegáns legyen, ahhoz más is kell persze. Igen, smink, ruha, stb., hogy adjon magára valaki, hát nálad ez evidens, de gondoltam, hogy te azért sportolsz rendszeres, vagy táncolsz, igen, bocsánat. Igen, hát ez végül is az én példám mutatja, hogy a sport, a tánc, a testmozgás, most mindegy, minek hívjuk, konzerválja az embert. Mondhatják a kedves tanulóit, hogy nézzétek meg Tünde nénit, 40 éves, és milyen jól néz ki, és milyen jól csinálja. De most egyébként a viccet félretéve, ez szerintem borzasztóan fontos. Tehát annak nincs hitele, aki mondjuk, tegyük fel, aki ilyen kövér, zsírpárnák mindenhol, és beszél arról, hogy legyetek fittek. Hát ezt igen, ne tessék igen. bele viccelni. Igen, igen. Hát a pedagógusnak egyébként is nagyon nagy szerepe van abban, hogy mintát adjon a gyerekeknek, és valóban ez nem csak a tánc tanulásról szól, hanem ez a személyiségfejlesztésről, ez a jellemformálódásról, ez a világban való eligazodásról szól, és tehát mivel mi a gyerekekkel vagyunk nap mint nap, ezért nagyon fontos a mi szemléletünk, mert mi példaként szolgálunk nekik, vagy jó, vagy rossz példaként. És a gyerekek nagyon kritikusak, és ugye abban az életkorban is vannak itt jó néhányan a serdülőkor és fölötte, amikor már határozott véleményük van a tanár személyiségekről. Amikor mentek az országban fellépni bárhova, vagy kimentek külföldre is, akkor azért ti már nagyjából az ellenfelekkel ismeritek egymást? Hát nem vannak annyira. Ismerősök, de tehát ha vannak, azt mondják, igen, hogy a következő, nem tudom, a soroksári szép batyú táncegyüttes, akkor te magadban már tudod azt, hogy jó, tőlük nem kell félni, vagy azt mondod, hogy fú, ezekre figyeljetek, mert ezek nagyon jók szoktak igen, lenni. Igen, azért tudok ilyeneket, de egy verseny mindig nyitott. Aha. Tehát ez nincs előre lejátszott dolog, tehát a legjobb is hibázhat, vagy a legjobb is lehet rossz pancban. Tudom, mire gondoltam az előbb, amikor mondtad a kvalifikációs versenyt, hogy ha az ember egy ilyent elront esetleg valamit, akkor tulajdonképpen már azt is kockáztatta, hogy nem fogják mondjuk jelen esetben meghívni Siófokra a versenyre. Igen, igen, igen. És ugye nem véletlenül művészet ez, mert nem csak a technikai dolgok számítanak, hanem az, hogy milyen hatást gyakorol maga a koreográfia, maga a személyiség a zsűrire. Hát ezek a gyerekek, ahogy megjelennek, a mozdulatok, ahogy bejönnek, a végén, ahogy összpontos, ahogy kinéz a közönségre, olyanok, mint akik már, mint akik színészek, de tényleg, és nagyon profin csinálják, szóval már a legkisebben is benne van ez. Igen, igen, igen. És
most tényleg azt mondhatom, a Bóka Laura nagyon-nagyon nagy sikereket ért el most ezen a versenyen is, és fantasztikus a koreográfiája, és én magam is elcsodálkoztam, és mondtam is neki, hogy figyelj, junior versenyző vagy, és úgy adod elő, mintha egy érett felnőtt lennél. Tehát ezek a dolgok rendkívül sokat számítanak, mert a zsűri is, vagy bármelyik szakmai szemlélő is egy kevésbé jó spárgaugrást jobban megbocsájt egy ilyen gyereknek. Uh-huh. Mert, és hát gondolom, hogy a gyerekek egymást mert, is figyelik árgus szemekkel, hogy... Mert ugye a művészet erről szól, hogy mit tud adni, mit tud kisugározni. És ennek kell, hogy legyen valamilyen hatása, mert a tánc az érzelmekről szól. Az szép végszó volt. További sok-sok sikert kívánok nektek. És hát akkor valószínű, hogy ugye Bak Zsolt kedves operatőr kollégánk szokott menni mindig, és nagyon sok felvételét láthattuk ma este is, és máskor is, korábban is. Gondolom ismét ott lesz akkor a záró eseményen a június 16-án a Petőfi Színházban, majd abból is mutatunk a nézőknek egy koreográfiát. Én köszönöm szépen neked, és sok-sok sikert kívánok a csapatnak. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, az előző percekben Cibik Tündével beszélgettünk. Hát a díjait nem soroltam fel, mert hiszen annyi mindent kellett volna mondani a Gizella díjtól, húha, tényleg, hány díjad van? Nem számoltam még ezt így meg. Melyikre vagy a legbüszkébb? Mesterem, köztársasági érdemrend. Hát a Gizella díjra nagyon büszke vagyok, mert ugye a városhoz kötődik, és a város ismerte el ezt a tevékenységet nagyon komolyan legelőször. Aha. De természetesen az ember mindegyik díjnak nagyon-nagyon örül. Meg akkor is, ha nem a díjért csináljuk, de jól esik. Természetes. Na, újabb díjakat kívánok. Szóval az előző percekben Cibik Tündével beszélgettünk, remélem, hogy kellemesen töltötték velünk az időt. További szép estét kívánok, munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!